Az énhidrátok meg a fehérjék módosítását azt először is a génmódosított növények bevezetésével kezdték a 90-es évek végén. Azt kell mondanom, hogy a sejtenyészetben szaporítható sejtek, tehát van egy nagyon rövid életideje, egyszer-kétszer lehet őket szaporítani, de amit hosszabb időn keresztül és több cikluson keresztül lehet szaporítani, azok már majdnem mindig olyan sejtek, amik már részben vagy teljesen rákosak. Tehát ezeket tartják hosszú időn keresztül sejtenyészetben. Minden esetben itt ebből a szövetből kivont őssejteket, hormonok, fehérjék, tápanyagok és antibiotikum jelenlétében egy fermentorba fermentálják, majd mindjárt megmutatom, hogy hogyan. Fölszaporítják addig, ameddig 20 ezer izom sejt el nem készül, és akkor ezt ledarálják, hozzáadnak szizedőanyagot, sírt, és elkészül belőle a hamburger. Tehát most már jutottunk odáig, hogy míg az ember a természet része volt a múlt század elején, most mi úgymond uraljuk a természetet, igen, csak ez az egészségünkbe kerül. Úgyhogy uralhatjuk, dirigálhatunk, átalakíthatjuk, de nem leszünk se egészségesebbek, se boldogabbak, ahogy mondtad. Mindig édesapám szegény, ő mondta, hogy régen az élelmet azt termesztették, meg tegyésztették. Most meg élelmiszer csinálnak a gyárba, és ez így van.